Remélhetőleg egy ízig-bérig rangadót láthatunk a mai mérkőzésen. A címvédőhöz érkezik szerda este az érdenői kézilabda csapata bajnoki mérkőzésre. A győri Audietto KC az új főhadiszállásán az egyetemi csarnokban fogadja Szabó Edina együttesét 17 óra 45 perctől. Az alapszakasz vége felé közeledve a győri lányok idén is magabiztosan uralják a bajnokságot. Leszámítva az első fordulóbéli botlásukat a Fradi ellen, az összes mérkőzésükön győztesen hagyták el a pályát. Ellenfelük azért hasonlóan teljesít, mint az előző szezonban. Jelenleg a negyedik helyen áll a bajnokságban 23 ponttal. Ha a hátralévő mérkőzéseiken nagyobbat nem botlanak, akkor idén is az elődöntőben folytathatják. Ősszel a bajnoki címvédő sikerével végződött a két együttes találkozója, 23-31-re győztek akkor a zöld-fehérek. Ezen a mérkőzésen a győriektől Görbic, az érdiektől Klivinyi vitte a csapatot a hátán. Csak egy kis adalék a két csapat formájáról, Ámbros Martin lányai a hétvégén 29-23-ra verték a Lárvikot a BL-ben, míg Szabó Edina tanítványai 9 gólos előnyt adtak le a KEK 8-at döntőjében a Buxtehude ellen, amely idegenben lőtt több góllal kiejtette a Pest megyeieket. Az Eto érdnői kézlabda bajnokiról természetesen híradónkban mi is beszámolunk. A szerda este 17 óra 45 perckor kezdődő találkozót élőben közvetíti a Sportklub Televízió, de ha lemaradna róla, akkor nézze minket, mert csütörtökön felvételről 17 óra 45 perccel mi is megmutatjuk.